Amikor megismertem Szabó Pétert és felkértem alpolgármesternek, egyértelműen igazolódott, hogy ő a legjobb választás, vele már akkor hosszú távra képzeltem el az együttműködést, jelentette ki Süli János tárca nélküli miniszter. Nagyon jó választása lesz a paksi polgároknak, hogyha ő rászavaz, hisz az együttműködésünknek az áloga is az, hogyha változatlanul a lehető legjobb jelölttel együtt fogok dolgozni, és ő vele meg tudjuk építeni mind a városban, mind az erőmű környékén azokat a létesítményeket, amit együtt terveztünk az elmúlt másfél évben. A miniszter hozzátette, Szabó Péter azért lehet jó polgármester és jó szakember a város élén, mert nagy munkabírású, tisztességes és megállja a helyét. Ezt nekem az elmúlt időszakban többször is bebizonyította. Most mély vízbe dobtuk az elmúlt 3 hónapban, olyan helyzetet teremtettem, akár akaratomon kívül is, hogy egy maga kellett vinni a polgármesterként, kampányát is le kellett bonyolítani. Ebbe a nehéz helyzetbe is azt gondolom, hogy a paksiak is megállapították, hogy megállta a helyét, tisztességgel végigvitte ennek a 3 hónapnak a munkáját. Nem futtamodott meg azoktól a kihívásoktól se, ami ugye a kampányban mindig elmérgesedhetnek helyzetek, az ütésváltásokat is állta. Süli János hangsúlyozta, reméli, hogy ezek az érvek meggyőzik a paksiakat arról, hogy Szabó Péterre kell szavazniuk, és az is fontos, hogy minél többen járuljanak a szavazófülkékhez, mert az a jelöltbe vetett bizalmat is megmutatná, amire véleménye szerint az országban is felfigyelnének, erősítve ezzel Paks támogatottságát.